Jó estét kívánok, este 6 óra van, ez pedig itt a Gyöngyös ma. Egy kicsit cseles ez a tavasz, hol ilyen időnk van, hol olyan, de kétségtelenül március van, ami azt jelenti, hogy ébred a természet, és az egyik kincsünk itt a környezetünkben a sástó. Itt van velem Baranyi Tünde, aki a turisztikai referense ennek a területnek. Igen. Szia Tünde! Sziasztok! Éled a sástó? Igen, éled. Olyannyira, hogy karbantartotok, most éppen nagyon zajlanak a munkálatok, milyen munkálatok Pontosan. Zajlanak? Hát nagyon sok minden elkészült sáston, hál' Istennek, mert a réten a padok, az asztalok lelettek gyönyörűen festve, újjávarázsolták a hidat, nagyon szép lett a híd korlátja. Áprilistól indul ugye a csónakázási szezon, áprilisban még csak hétvégenként, de májusban már minden nap, úgyhogy nagyon szépen karban lett tartva és le lett festve a stég is, ahova a csónakokat fogjuk kikötni. Akkor beszéljünk arról, hogy ha már itt szóba hoztad a csónakázás lehetőségét, hogy ezek szerint a víznek az állaga és a víznek a mennyisége megfelelő? Igen, mert igen. Mert volt azért tavaly nyáron igen csak mélypont. Pontosan, hát ez hál' Istennek ezen túl vagyunk, úgyhogy a víz gyönyörű, 95 centis, tehát majdnem 1 méter, eléri az átlag mélység majdnem az 1 métert, úgyhogy ez abszolút alkalmas a csónakázásra. Tehát akkor optimális. Kedvezett neki a csapadékos időjárás, táplálta annyira a tavat. És a környezete, az élővilága, mert azért ott előszeretettel lehet látni kiskacsákat, nagykacsákat, akik elmennek télire, hová mennek? Hát télire a környező tavakhoz mennek, ahol azok az a tavak, a ahol nem fagy be a víz, így van, például a Markazitóhoz, de most ugye mivel nincs tartós a hideg, és nem tudott tartósan befagyni a sástó, ezért ott vannak velünk a kacsák, így van, lehet őket etetni, lehet őket megnézni. Tehát akkor lassan majd a kis kacsák is kifognak. Hát az majd még egy későbbi időszak, gyönyörködhetünk benne így folyamatosan van. Úgy szintén, így ugye? Van. A sástó nagyon sok mindenkinek ad hangulatot, nem csak fényképezkedésre, kirándulásra, a felfrissülésre, hanem gyerkőcöknek, iskolásoknak, csoportoknak ad arra lehetőséget, hogy különböző táborokban részt vegyenek. Beszéljünk már ennek a turisztikai részéről is, hogy milyen táborokat szervez a sástó, és mikortól él ez a lehetőség. Most a nyáron természetismereti tábort szeretnénk tervezni 7 és 14 éves gyerekeknek, tehát ez a korosztály 7 és 14 év közöttieket várnánk. Egy természetismereti tábor lenne, aminek a segítségével megismerhetnék sástó élővilágát, belekóstolnának ott maga a sástói kirándulásokba, tehát lennének olyan napok, amikor olyan programokat szerveznénk nekik, hogy elmennénk a Karantparkba, elmennénk a Mátrafüredi Harkályházba, IASZ bemutatóval egy bekötött tábor lenne, tábortüzet raknánk, kirándulnánk, végigvinnénk a gyerekeket a tanösvényen, ami egészen a Farkaskútig elvezeti őket, szabadidős tevékenység, kézművesség, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas feltételes módokat mondtál, hogy elvinnénk, megnéznénk, ennek a lehetőségét kinyitjátok, lehet valahol valamikor jelentkezni, érdemes így valami honlapot böngészni, nézelődni? Így van, a sástói turisztikai központba lehet már az igényeket leadni, ha valakit már most érdekelne ez a lehetőség. Júliusban lesz két időpont. Tehát hetedik hónap. Így van, hetedik hónapban lesz két időpont, két hét kijelölve erre a táborosztatási időszakra. A turisztikai központban kinyomtatva is meg tudjuk mutatni azt a program lehetőséget, amit ajánlunk a gyerekeknek. Természetesen képzett pedagógusok vesznek részt majd a gyermekfelügyeletben, és mindenkit várunk szeretettel. Én úgy gondolom, hogy a turisztikai központ Facebook oldalára is ki fogjuk tenni hamarosan ezt a programajánlatot, úgyhogy ott is lehet ezt figyelni. Milyen intervallumúak egyébként ezek a táborozási lehetőségek? Hány naposak? Öt teljes nap. Így van, tehát igen, csak tartalmas, nap. Ahogy itt felsoroltad az előbb. És milyen korosztályt? Mert hogy mindenfélére kit
tértél itt a Harkályháztól egészen a különböző adrenalin park lehetőségekig, meg hát nyilván a biológiai dolgokig. Hányadik osztályosoktól van az érdeklődés? Hát általános iskolásokat várunk, tehát általános iskolásokat várunk 7-től 14 éves korig, tehát úgy próbáltuk összeállítani a programot, hogy minden korosztálynak lehetősége legyen egy érdekes táborozásban részt venni. És van létszámlimit, vagy tudható az, hogy hát minimum 10 fővel indul el a tábor, 10 fő alatt nem indítjuk el, tehát minimum 10 fő. Aztán nincs limit, ha nagy az érdeklődés, akkor 2-3 csoportot is el tudunk indítani. És akkor megoldott az étkeztetés, így és van. A szállás is. Szállás nem, ez napközis tábor. Ez napközis tábor, akkor ez fontos kihangsúlyozni, hogy az ár nem tartalmazza az ott alvást, föl kell járni. Föl kell járni, így van, vagy fel kell hozni a gyerekeket, vagy meg tudjuk majd oldani, esetleg, hogy Gyöngyösön legyen a találkozó, és onnan a pedagógus felkíséri őket, felhozza őket Sástóra. Tehát akkor érdemes, kedves nézőink, figyelni arra, hogy ez a tábor majd meghirdetésre kerül, és lehet már jelentkezni. Igen. Említetted az elején, hogy a karbantartás zajlik, festés, egyebek. Van-e olyan, amire felhívjuk a látogatók figyelmét most, amikor még zajlanak a munkálatok, amire érdemes odafigyelni, vagy van-e olyan új szabály, vagy bármilyen szabály, amit érdemes tudniuk? Amíg tart a karbantartás, a padokat, az asztalokat nem szabad használni, ki is tesszük a frissen festve táblákat mindenhova. Ez, én úgy gondolom, hogy már a jövő héten be fog fejeződni, lezajlik, és hogyha száraz, tiszta idő van, akkor gyorsan meg is szárad, és újra használhatóak lesznek. Akkor érdemes oda kiruccanni. Így van, érdemes jönni. És várjuk jönni. A tavaszt. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.